Na szevasztok, srácok! Úgy gondoltam, hogy a legelső retrotek adás nem szólhat másról, mint erről a csodás laptopról, ami itt van az asztalon, ami közel 25 éves. Na vágjunk bele! Ezt a laptopot a Toshiba 1995-ben adta ki. Ennek köszönhetően Windows 95-tel kaphatták meg már a felhasználók. Annak ellenére ugye, hogy 1995-ben már javába dübörgött a Pentium 1-es korszak, ez a laptop még mindig 486-os processzorral volt szerelve. Az Intel 486-os processzora mellé 16 MB RAM-ot és 1 MB videó RAM-ot társítottak, háttértárnak egy 500 MB-os HDD-t raktak bele. A fiatalabb generációnak talán olyan gondolata támadhat, hogy ez a számítógép lassú volt a maga korában, de nem. Mivel a régi szoftverek és játékok tökéletesen futottak rajta ugyanazon a sebességen, mint a mai játékok futnak az esetleges csúcsgépeken. Meglepő módon a számítógép a régi szoftverekkel ugye teljesen gyors, viszont a megjelenítős minősége az hagy kívánni valót maga után, mivel egy 640x480-as, 256 színű kijelzővel vagyunk kénytelenek megelégedni. Természetesen CD vagy DVD meghajtót ne keressünk a gépben, viszont van egy floppy meghajtónk, ami még mindig a mai napig tökéletesen működik, és igaz, hogy kis részletekbe, de fel tudjuk telepíteni az aktuális játékokat rá. Természetesen portok tekintetében se felel meg a mai elvárásoknak a számítógép. USB-t véletlenül se keressünk rajt. Viszont van egy PS2-es egér csatlakozónk, van egy kommunikációs portunk, és ezen felül egy monitorportunk, és még egy nyomtatóportunk. Ebben a laptopban touchpadot ne keressünk, viszont az egér helyettesítésére egy apró joystick van elhelyezve a billentyű kiosztás közepén. Még érdekes lehet, hogy ennél a laptopnál úgy oltották meg a táplálatást, hogy gyakorlatilag nincs külön töltő, hanem egyből a 220-ba kell bedugni a készüléket. Na szóval, dióhéjban ennyit erről a laptopról. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, várlak benneteket a következő adással. Sziasztok!